A játékosok már több mint két hete otthon vannak, egyéni edzésterv alapján a kondíciójuk megtartásán, fizikális leépülésük elkerülése érdekében edzenek, dolgoznak, és várnak a helyzet normalizálódására. A klubvezetés, a szakmai stáb tagjai kapcsolatban vannak a hazautazott légiósokkal, és persze a magyar játékosokban is tartják a lelket. A kulisszák mögött már megkezdődtek a tárgyalások, remélhetőleg legkésőbb szeptember végén valóban elkezdődő 2020-21-es szezonról. A légiós kontingens képlékeny az új helyzetben főleg, ám a KSC Szekszárd korábbi Magyar Kupa győztes bajnoki ezüstérmes klubjának vezetése úgy áll a tárgyalásokhoz, hogy a magyar magot, annak valamennyi játékosát mindenképpen szeretné megtartani. Van, akinek élő szerződése van, van, akivel hosszabbítani igyekszünk, és ezeket reméljük, hogy a napokban nyílbe is ütjük. Tehát próbálunk egy kicsit úgy élni, vagy túlélni, mintha mi se történt volna, mert persze nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Hogyha néhány hónap csak és lezajlik ez a rémálom, akkor én bízom abban, hogy viszonylag könnyebben talpra fogunk tudni állni, és folytatni fogjuk azt a munkát, amit 3-4 évvel ezelőtt megkezdtünk. Hát ha hosszabb lesz, az mindenkinek az életébe mást fog hozni. Erre még a pesszimisták sem gondolnak. A KSC Szekszárd nem zárkózik el egyébként két rutinos magyar játékos szerződtetésétől, de a magyar játékosok frontján továbbra is prioritás a már mély vízbe dobott és ott helytálló, saját nevelésű fiatalok még inkább beépítése a nagy csapatba. Senkitől sem szeretnénk megválni, mindenkivel szóban vagy van, akivel már írásban is egyeztettünk, illetve tárgyalunk két másik magyar játékossal is, akik egyelőre nem nálunk vannak, az egyikről elárulhatom, hogy játszott már itt, 4-5-ös poszton, ennyi kis kulisszatitkot elárulhatok, ez még nagyon képlékeny, én azt gondolom, hogy a jelenlegi keretünkhöz azért jó lenne még, ha két rutinosabb magyar játékos csatlakozna. Fiatalban nem gondolkozunk, mert összes Vinceniki, Miklós, Melinda, Horváth Dóri, sőt következő szezon felétől már Pop Anna Mari is játszhat ugye magyar színekbe. Úgyhogy a fiatalt úgy látszott, hogy a koruk ellenére, hogy 18, illetve 16 évesek elég szépen kezdték ezt megoldani, és hát ne felejtsük el, hogy nagyon bízunk abba, hogy Gerebel Lívia is ugye visszatér a pályára, ugyan rá már az U20-es szabály nem fog vonatkozni, de mégiscsak fiatal magyar játékosnak számít az életkorát tekintve. A légió a szerződést a világjárványnak a gazdasági helyzetre gyakorolt, most még nem felmérhető negatív hatása miatt a nyár derekára hagyják. Ezügyben Zsejko Gyokić vezetőedző a javaslattevő illetékes. Ugye azok a pénzeink, amik még egyébként kint vannak a különböző szponzoroknál, azok milyen ütemben tudnak és be tudnak-e egyáltalán folyni, és miből lehet főzni. Tehát olyan szerződéseket nem szeretnénk senkivel megkötni, amit esetleg a későbbiekben nem tudunk majd megtartani. Úgyhogy ezért fókuszálunk alapvetően a magyar játékosokra, meg olyan szempontból szerencsénk van, hogy régóta együtt van egy nagyon jó és nagyon hasznos magyar mag. Tehát ebben mi a többi klubcsapattal ellentétben nagyon jól állunk, és hát a légiósokkal folyamatosan tárgyalunk meg a menedzserekkel, ebben elsősorban a Zsejko és a Pásztori Isti jár az élen, de ezek úgymond ilyen előszerződések, tehát még nem kerülnek aláírásra, csak tapogatózás szintjén mennek ezek a dolgok, de igyekszünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldást, és nem túl nyújtózkodni a takarón. Felvetődik minden élvonalbeli profi klubnál, csapattal kapcsolatosan, nem csak a kosárlabdában, azzal, hogy idő előtt véget ért a bajnokság, megtakarítások is keletkezhetnek a klub kasszában. Abból, hogy a játékosokkal a szerződésükből még visszalevő hónapokra az edzés és játék nélküli helyzetet figyelembe véve megegyeznek csökkentett fizetésekben, amire már van példa a professzionális világsportban. Ezen még nem gondolkozunk, mert nyilván a gazdasági helyzetnek a változása az nagyon komolyan fogja érinteni az összes sportegyesületet, és alapvetően a látványcsapat sportágakat is, a focitól a kézilabdán, a kosárlabdán keresztül mindenkit nagyon komolyan fog érinteni. Ezért fogjuk az utolsó pillanatra hagyni a légiós szerződtetést. A szakmai igazgató nagyon szeretne mihamarabb tisztán látni a jövő évi büdzséből, mennyi lesz visszafordítható erre az erősítési célra.